Sziasztok, Keresz Ferenc vagyok, Logminnél dolgozom most már 2 éve, a Joyme terméken vagyok Engineering Manager. A feladatom az, hogy koordináljam a mérnök csapatot a Joyme-n belül, különös tekintettel a webes csapatokra. Mai videóban arról fogok beszélni, hogyan tudjuk mérni a kódminőséget, hogyan tudjuk meghatározni azt, hogy az alkalmazásunk milyen minőségben készült el, és hogyan tudunk erre különböző mutatókat felállítani, és hogy miért fontos ez. Első lépésként fontos megvizsgálnunk azt, hogy miből áll az a szó, hogy minőség, mit tekintünk minőség alatt, és milyen tényezői vannak a minőségnek programozás technikai szempontból. A minőség vizsgálata közben az első nagyobb témaköröm az lenne, hogy funkcionalitás. Funkcionalitás alatt azt értjük, hogy mennyire tudja a kódunk, mennyire tudja az alkalmazásunk betölteni a neki szánt szerepet, mennyire tudja ezeket az általunk támasztott elvárásokat teljesíteni, és az általunk támasztott elvárásoknak megfelelni, és erre kialakítani egy mérőszámot. Értelemszerűen ez egy objektív mérőszám, tehát a funkcionalitást tudjuk objektívan mérni, már pedig az, hogy a tesztek hány százaléka teljesül, mivel hogy a tesztekkel állítunk fel funkcionalitás elvárásokat a termékkel szemben, de ide soroljuk például a security-t, más néven biztonságot, mennyire biztonságos az alkalmazásunk, mennyire tudunk rá hosszú távon építeni egy rendszert. A következő nagyobb témakörünk a megbízhatóság lenne. A megbízhatóságot 2 nagyobb témakörre osztjuk ezen belül. A hibatűrés, azaz azt jelenti, hogy a rendszerünk egy nem várt esemény alapján milyen gyorsan áll helyre a normál működésre, a másik pedig önmagában a helyreállásnak a gyorsasága, és az ezekkel kapcsolatos mérőszámok, szintén egy ilyen objektív mérőszámnak tudjuk ezeket tekinteni. A következő nagyobb témakörünk a használhatóság. Sokan nem tekintik ezt egy kódminőségi jelzőnek, pedig nagyon is az. Mennyire szeretik használni a fejlesztők azt a kódot, mennyire tudnak benne módosítani, mekkora mozgásterük van, és egy új ember, amikor odaérkezik a kód elé, milyen gyorsan tud beletanulni az ott lévő folyamatokba. A használhatóság témakörébe tartozik a dokumentáltság is. Ez segít az új fejlesztőknek átlátni a teljes rendszert, és a régi fejlesztőknek is explicitebbé tenni a folyamatainkat. A következő nagyobb témánk a kódminőségen belül a karbantartatóság. Mennyire merünk hozzányúlni a kódhoz, mennyire mozgunk benne otthonosan, mennyire van ez letesztelve ez a kód. Értelemszerűen itt fontos megemlíteni a test coverage számot, amit sokan kódminőségi jelzőnek szoktak használni, pedig egyáltalán nem az. A kódminőség rengeteg apró dologból áll össze, és a karbantartatóságon belül az, hogy milyen tesztelt a kódunk, az csak egy darab tényező. Ezen kívül fontos még megemlíteni a hatékonyságot, ami szintén egy elég nehezen mérhető mérőszám, viszont nagyon fontos, mennyire tudjuk az alkalmazásunkat skálázni, és mennyire tudjuk az alkalmazásunkat nagyon gyorsan replikálni különböző szerverek között. Az utolsó témaköröm a portolhatóság lenne, ami azt jelenti, hogy mennyire specifikusan készült el az adott modulunk, az adott alkalmazásunk, mennyire tudjuk újra felhasználni, mennyire tudunk választ adni mondjuk egy teljesen más termékrészbe felmerülő problémára az adott programmal vagy az adott alkalmazással. Felsorolt pontokból is látszik, hogy a kódminőség nagyon nem egyszerű kérdés, nem véletlen egy nagyon vitatott még igazából magasabb szinteken is, mivel hogy ennek a meghatározása az a felsorolt pontokból is látszik, nagyon sok szubjektív tényező is belejátszik, és innentől kezdve sokszor átmegy egy ilyen értelmetlen vitatkozással konkrétan a kódminőségnek a meghatározása. Én azt tapasztaltam, hogy a legjobb az, hogyha mindenki leül, átgondolja, hogy milyen elvárásai vannak a kódjával szemben, átgondolja azt, hogy melyik pont neki mennyire fontos ebből, és a saját alkalmazásával szemben elvárásokat támaszt, és annak próbál megfelelni. A kódminőség mindig egy ilyen megbeszélés kérdése, én úgy gondolom. Mi nagyon régi rendszerekkel dolgozunk, amik már nagyon régóta fejlesztés alatt állnak, és ezáltal, ahol fűrészelnek, ott húlik a forgács alapon, nekünk olyan mutatószámokat kell tudnunk meghatározni, hogy termék technikailag merre halad, és merre szeretnénk terelni, és ehhez nagyon fontos ezekről folyamatosan nekünk beszélni, és a Joyme is például ilyen, ami már nagyon régóta fejlesztés alatt van, és folyamatosan kialakítások alatt vannak azok a mérőszámok, amik a kódminőséget jellemzik. Én mindenképpen azt mondanám, hogy a kódminőség az mindenkinek a felelőssége, az elvárásokat támasztani a vezetőknek a felelőssége, de értelemszerűen irreális elvárásokat támasztani felesleges. Haladjunk lépésről lépésre, mindenhol határozzuk meg azt, ami számunkra fontos.
Ezeket ugorjuk meg, és innentől fogva mehetünk tovább, de ehhez szükséges egy folyamatos kommunikáció a fejlesztő csapattal, hogy ők mit gondolnak a bizonyos problémákról. Én ebben a témakörben azt ajánlanám, hogy mindenki szálljon erre egy kis időt, üljön le, gondolja át azt, hogy mi az, amit elvár a kódtól, mi az, ami számára fontos, és mi az, ami hosszú távon jövedelmező az alkalmazásnak, és miután saját magába ezeket a dolgokat letisztázta, például, hogy mennyire hatékonyan dolgozik a programom, kell-e, hogy hatékonyan dolgozzon a programom, mennyire hibatűrő, mennyire bízok meg az alatta lévő hálózatokban, vagy azután tudnak ezzel tovább lépni, és azután tudja ezeket a mutatókat meghatározni. Szóval időt kell ezzel eltölteni mindenkinek saját magának.